század határán vagyunk. Ugye 313-ban megszületik a milánói ediktum a római birodalom területén szabad a keresztény vallás gyakorlása. És Alexandria kap egy új püspököt, Cyril személyében, aki 370-ben született, tehát jócskán már a milánói ediktum után, és 444-ben hal meg. Ez időtájt zajlik többek között az efezusi zsinat 341-ben. Az ellenfele volt Szent Cyrilnek Nestorius, aki Konstantinápoly püspöke volt, és aki nagyon-nagyon nem tudta elfogadni, nem látott tisztán Krisztus személyében. Nem tudta egyeztetni azt, hogy Krisztus egyszerre Isten és ember is, ez a két személyi viszony hogyan illeszkedik egymásba. Az Isten emberi én volt az ő gondja. És a 371 az efezusi zsinat, és az efezusi zsinat kimondja a szizanyáról, hogy ő a Teotokosz, az Isten szülő. Tudni, az édesanyja az a gyerek személyét szüli meg, és Jézus Isten ember, ezért az Istennek is anyja Mária. Ez nem is egy Mária dogma annyira, mint a Krisztus vitátnak az eldöntője. Szóval Nestorius le lett csapva a konstantinápolyi püspöki székről, és lassan-lassan természetessé válik számunkra, hogy ki az Úr Jézus, és ki a szűzanya nekünk. Ugye az ortodoxia nem is tudja másként mondani a szűzanya nevét, mint hogy Isten szülő szent szűz. Ezt ünnepeljük Cyrilben a tisztán látó, a szűzanya tiszteletét megalapozó, de Jézus személyét is helyre tevő egyháztanítót Cyrilben.